Sziasztok! Szia! Én Szántó Péter vagyok, és a csatornám történetében először napi vlogolok, ugyanis megjelenik egy könyvem a HVG kiadásában. Vál valóra, én márka hatékonyságnövelés és lifehack-ek lesznek benne, és úgy döntöttem, hogy mindegyik fejezetet egy-egy napi vlogba mutatok be. Most pont arról lesz szó, hogy hogyan lehetsz a legőrültebb, legautentikusabb, legőszintébb önmagad, hogyan lehetsz az a márka, aki tényleg autentikus. A tegnapinak valahol a folytatása is témában. Ami fontos, hogy ha azt nem láttad, akkor kattints ide és nézd meg, valamint egy nagyon durva dramaturgiai narratíva is van, ugyanis Siri a kutyám, és gondolkozom, hogy legyenek kis Sirik, és ma van a második vizsgálat, amiből kiderül, hogy diszpláziája lehet-e csípőficama, és már itt vagyunk az orvosnál. Na de, az én márkánk építéséről lesz most szó, amúgy erről egy teljes képzésem is van, a like-on alatt a leírásban megtaláltam minden, kezdjük egy gondolattal. A brand az, amikor pontosan tudják, hogy ki vagy, és mit képviselsz. Jöjjön az intro, kezdjük el a vlogot! Most megyünk a diszplázia vizsgálatra. Milyen érdekes? A Siri ugye 1-25 között van, ő másfél éves, ezért 20 évesnek felel meg. 20 éves vagy, mindjárt ihatsz Amerikában is. Csípő és könyök diszpláziára lesz a szűrés, most kapott egy szurit, elaltatják, úgy lesz meg a röntgen, nagyjából egy óra, és te meg fel is ébredik, egy kicsit kába lesz meg, le kell nyírni egy picit, de amúgy is akartam kozmetikushoz vinni, úgyhogy egy kis elő dolog az talán belefér, meg úgy is gulok érte. Kis édesem. Sirike már ott alszik. Amíg beviszik, mesélek neked egy filmről, az Ocean's Eleven, hogyha nem láttad, mindenféleképpen nézd meg, és van az a jelenet, amikor George Clooney Matt Damont a csapatba verbúválni szeretné, akkoriban Matt Damon ilyen kis tiklis zsebtolvaj volt, és egy metrón ellopta egy csávónak a pénztárcáját, és amikor leszállt a metróról Matt Damon, hogy megnézze a pénztárcát, akkor nem találta az ő zsebében, a saját zsebében, hanem csak egy névjegykártyát, amin a George Clooney-nak a filmben lévő neve volt, Daniel Ocean, és a másik oldalon annyi, hogy nice pool, Emmett's pub. Ezzel jelzi George Clooney, hogy ügyes Matt Damon, de azt is mutatja, hogy ő azért jó pár szinttel felette áll, és hogyha szeretne Matt Damon George Clooney szintjén lenni, akkor találkozzon vele. Fontos tudatosítani magunkban, hogy óriási különbség van akközött, hogy mi magunkat milyennek látjuk, és hogy mások milyennek látnak. Tovább megyek, akközött is óriási a különbség, hogy mi milyennek szeretnénk magunkat látni, és az, hogy milyennek szeretnénk, hogy mások lássanak. Ez egy ilyen 2x2-es mátrix, ide fel is rakom, és pontosan ez az, amit nekünk össze kell kötnünk, irányítanunk, fejlesztenünk kell, és ezekből fog kijönni a mi én márkánk. A jó hír az, hogy ez irányítható. Ugyanis az én márka tudatos kialakítása tökéletes eszköze annak, hogy elmondjuk, hogy kik vagyunk, mit képviselünk, annélkül, hogy meg kéne szólalnunk. Az önazonosság szexi. Az önazonos stílus magában hordozza azt, hogy mi tudjuk, hogy kik vagyunk, mit képviselünk, mit szeretnénk mutatni, és ezt az egészet megerőltetés nélkül. A márka te magad vagy. Gondolj nyugodtan magadra, úgy, mint egy termékre. Mik azok a legfontosabb tulajdonságok, amiket te szeretnél közvetíteni? Milyen hasznokat tudsz te adni a világ számára, mint egy termék? Milyen értékek a legfontosabbak számodra? Milyen tulajdonságokat szeretnél kihangsúlyozni? Milyen üzeneteket szeretnél magad
úgy látszik, mindig jön egy kocsi, na mindegy. Milyen üzeneteket szeretnél magadról közvetíteni a külvilág felé? Ezeket mind gondold át, most pedig pont ennek a kamerának, a Sony ZV-1-nek veszek egy plusz aksit, mert ha bár tökéletes ez a kamera, imádom, pont arra jó, és remélem is élvezitek a vlognak a minőségét. Erre baromi jó, de mivel egy nagyon pici kis testbe van benne, ezért az aksi hamar lemerül, úgyhogy kell még egy aksit venni, és menjünk, azt vegyük meg! Ja, és hogyha nem láttad a ZV-1-ről készült vlogomat, akkor ide kattintva megnézheted. Aksi megvéve, Siri, remélem jól van, várunk rá, most egy másfél óra ez az egész, mindenféle röntgen készítenek róla. Addig sztorizzunk. Az első sztori, az igazából kettő sztori és két fotósrácról fogok mesélni. Az egyik a kedvenc fotósom, Peter Licknek hívják, egy ausztrál fazon, és annyira autentikus, mert ahogy bármi kis pénze volt, amikor gyárakba kellett dolgozni, akkor onnan spórolta, vett magának valamilyen eszközt, elutazott egy nagyon cool részére Ausztráliának, és a természetben fotózott. Eszméletlen gyönyörű képeket csinált, de egyáltalán nem futott be. Úgyhogy képes lapoknak adta el a fényképeit, ahol tudta, árulta, vagy néha elvállalt mindenféle melókat, és így dolgozott, aztán összejött annyi pénze, hogy lett egy ilyen lakókocsia, és akkor azzal járta a vadont, a természetet. Egyre jobb szettjei lettek, és gyönyörű képeket csinált, de még mindig nem volt befutva. De akkor is hódolt annak a szerelmének, és kialakította az életét, hogy úgy tudjon élni, ahogy ő szeretett volna. Utána megtalált valamilyen nagyon spéci nyomtatót, amivel ahogy kinyomja a színeket, ilyen 3D hatásúak a képek, és attól függően, hogy milyen fényviszonyok vannak, más jön ki a képen, berakok ide párat, gyönyörű. A lényeg, hogy már brutál befutott, és ha jól emlékszem, 10 millió dollár, vagy valami brutál összeg, ide felrakom az összeget is, amennyiért a legdrágább képe elkelt. A legnagyobb sztároknál van minden, amit el tudsz képzelni karrierbe, hogy vágysz fotósként, természetfotósként, azt ő elérte. És még mindig egy lakókocsiban, mindig a vadonban él, úgyhogy már egy full befutott sztár, rengeteg pénze van, de autentikus maradt és önazonos ahhoz a márkához, aki. Ott van a másik fotósrác, a Mentorship nevű kezdeményezésben mentoráltam, és pont a brandjén beszélgettünk, esküvői fotókat csinál, és így gondolkozott azon, hogy olyan sokan vannak, hogy tud kitűnni a tömegből. És ahogy beszélgettünk, egy 20 pár éves, amúgy tehetséges srácról van szó, kiderült, hogy ő házas, mégpedig keresztény, és egy keresztény esküvőjük volt. Innentől ő nem egy esküvői fotós az én szememben, hanem ő egy keresztény, házas ember, aki esküvői fotózást csinál, és azok a párok, akik ugyanazt az értékrendet vallják, mint ő, nekik pontosan ugyanazt tudja adni, ami nő átment, tudja, hogy mik azok az értékek, mik a fontosak, és ezen keresztül tudja átadni azt az élményt, amit egy sima esküvői fotós nem tud, és már is kiemelte magát, már is egy baromi jó personál brandje alakult ki. Találd meg a te kategóriát, vállald fel, hogy te ki vagy, és azt az erősséget hoz magadnak, és bármilyen szintig jutsz el, bárhol tartasz, akkor is vállald fel önmagad, és emlékezz, hogy honnan jöttél. Lassan megjön a kaja, utána elmesélek egy sztorit egy YouTube-os videóról. Magic Burger. Már sokszor ajánlották, egy negatív kezdésnek, hogy a ketchup az feláras. Van bio, semmilyen nagyon különleges, extra, de finom. De ne legyen feláras sehol egy ketchup. Na induljunk, Szirike most már ébredezhet.
Editáló Peti jelentkezik. Na az a helyzet, hogy ez hosszabb vlog lett, mint ahogy gondoltam, úgyhogy én ezt megállítom, és kettészedem ezt a napi vlogot. Holnap fogjuk folytatni. Hogyha eddig nézted, és szeretnéd tudni, hogy mi a következő rész, hogy fejeződik be pontosabban, akkor mindenféleképpen iratkozz fel, ha még nem vagy, a csengőre is nyomj rá, és a lájkomra, illetve alatta minden információt megtalálsz, küldd el ezt a vlogot valakinek, hogyha úgy gondolod, hogy neki jó lehet, és gyere át Instagramra, ugyanis ott is posztolok most a könyv kapcsán, meg a képzések kapcsán mindenféle dolgot, valamint rendeld elő a könyvet, meg gyere a képzésre. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, néztél, szia, sziasztok!